Az órát már az ókori civilizációk is definiálták, az emberiség fejlődése során pedig egyre fontosabb szerepet kapott. Az első áttörést a mechanikus óra megjelenése jelentette, egy évezred elteltével mára pedig már bárhol megtudhatjuk a pontos időt. Ennek több szerepe, illetve előnye is van, az egyik ilyen az energiamegtakarítás. Magyarországon 1980 óta megszakítás nélkül alkalmazzák a téli és nyári időszámítást. Ezt egy Európai Uniós szabályhoz igazodva kormányrendelet szabályozza hazánkban. A fiatalabb Y és X generáció számára, akik 1980 után születtek, természetes az évenkénti óraállítás, ők ugyanis már ebben a rendszerben nőttek fel. Az óraállítással évi mintegy 100-120 ezer megawatt óra villamos energiát takarít meg az ország, ami körülbelül 30-40 ezer háztartás, tehát egy közepes méretű magyar város teljes éves energia szükségletével egyezik meg. Ezt korábban a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT nyilatkozta televíziónknak. Ez pénzben is kifejezhető, mintegy 4-5 milliárd forintot jelent. Az újabb tanulmányok azonban azt bizonyítják, hogy az energia használatban mért különbség mára elenyésző. Az óra átállítás sok ember szervezetét megviseli, főleg azoknak okoz problémát az egyórás állítás, akik rendszeresen ugyanabban az időben szoktak lefeküdni és kelnek fel. Vasárnap hajnalban 3-ról 2-re állítottuk vissza az órákat. Ez a spóroláson túl olyan kellemetlenséggel is jár, hogy akik délután 4 és fél 5 között végeznek a munkában, ők ezentúl már sötétben mennek haza. Ha az óra állítás nem lenne elég, hidegfront érkezett térségünkbe, ami sokaknál fejfájást és vérnyomás ingadozást okoz. Ez mind az egészséges, mind pedig a betegembert megviseli, hát különösen azok, akik érzékenyebbek rá. Mindig így ilyen misztikus dolog ez, hogy az időjárás változás vajon milyen módon hat az emberekre. Ezt azért biológiailag is meg lehet fogni, mert ugye maga az időjárás változás az légnyomás változással jár, a hőmérséklet változással jár, és a levegőben levő úgynevezett ionizációs sugaraknak a száma vagy mennyisége is változik. Ugye vannak emberek, akik ezekre érzékeny, különösen a légnyomás változások, gondoljunk csak a fejfájós emberekre, a gyomorpanaszos, a bélpanaszos emberekre, és hát ugye ez egyénenként változó, de azokat igen-igen megviseli. Az óraállításnak köszönhetően hiába aludhatnánk tovább egy órával, akik eddig heteken, hónapokon át egy fix időpontban ébredtek, ők nem tudnak később kelni, közölte az orvos. Majd hozzátette, átlagosan 1-2 hét alatt tud hozzászokni a szervezet a téli időszámításhoz. Az elmúlt években mindig felemelte valaki a szavát az óraállítás ellen, tavaly pedig az Európai Unió is döntött. Akkor úgy gondolták, 2019-ben lesz az utolsó óraállítás, most azonban úgy néz ki, leghamarabb 2021-ben lehet végleges a döntés. Azért is sok a bizonytalanság még, mert az országoknak egymáshoz is igazodniuk kell, hogy végül a téli vagy a nyári időszámítást választják, illetve 3 időzóna is érinti az EU-s országokat. Egy harmadik tényező, ami a rossz közérzetért és a betegségekért felelhet, hogy még mindig rossz a levegő minősége Nyíregyházán. A szennyezettségi szint meghaladja a smogriadó riasztási fokozatát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint ennek az elsődleges oka a helytelen lakossági fűtési módok alkalmazása, az avar és kerti hulladék égetése, illetve a közlekedés. Ezért a központ nem javasolja sem a kültéri fizikai munkavégzést, sem a sportolást a gyermekek, az idősek és a légúti, illetve szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőknek. A késő őszi időszakok mindig a smognak a megjelenésével párosulnak, és azért az előbb említett légnyomás, ionizációs sugár mellé a szállópor koncentráció, meg a kifejezetten rákeltő anyagoknak a koncentrációja, ha megnő, akkor már nem csak egy kellemetlen állapotról, hanem egy nagyon veszélyes állapotról is beszélünk. Én azt gondolom, hogy ebbe sokat kell még tenni, hogy Nyíregyháza ebbe előre lépjen, és egy szép, tiszta levegői város legyen. Az óra átállítás és a frontok is általában azokat viselik meg jobban, akiknek legyengült az immunrendszerük. Újhelyi János szerint hiába árulnak sok immunerősítő készítményt a patikában,
orvosi értelemben nincs jelentése ennek a szónak. Az immunrendszer ellenálló képességét a friss levegőn való tartózkodás, a megfelelő pihenés és folyadékellátás javítja. A vitaminok tekintetében pedig a C és a D-vitamin ellátásról kell gondoskodni az őszi-téli időszakban.